Köszöntök mindenkit, Tessi Gergely vagyok. Kétszeresen is öröm és megtiszteltetés nekem ez a mai előadás, hogy itt lehetek. Egyrészt a kombinatorika és a gráfelmélet személyesen is nagyon szívem, csücske és kedvencem. Másrészt ezt nagyban Recski tanár úrnak köszönhetem. Az egyetemen ő szerettette meg velem ezt a témakört, úgyhogy később az ő közreműködésével gyakorlatot is pont ezekből a témákból vezettem, illetve diplomamunkámat is nála ebből írtam. Ma két olyan feladatot választottam, amik általános iskolai helyzetekben jelennek meg. Az egyik egy felvételi feladat, a másik egy Zrínyi versenyfeladat, és tulajdonképpen speciális esetei első éves egyetemi gráfelméleti, illetve kombinatorikai tételeknek, amihez már akár érdeklődő középiskolásokat is el lehet juttatni egy szakkörön, vagy egy tehetséges diákot egyéni feldolgozás keretében. Nekem is a diasorom az elérhető lesz majd a honlapon, úgyhogy onnan mindenki le tudja majd tölteni. Az első feladat, direkt valami drasztikusat sikerült találnom 4. osztályban, tehát 10 évesek középiskolai 8 osztályos felvételében volt 2007-ben. Először engem is meglepett, hogy ott előjön ez a probléma. 3 darab 50 forintossal és 3 darab 100 forintossal szeretne fizetni 6 ember. Mindenki 50 forintot akar pontosan kifizetni, tanítónéninél nincsen visszajáró, és nem szeretne senkit megvárokoztatni. Tehát például legelején nem lehet 100-assal fizetni, csak akkor, hogyha már van a tanítónéninél 50-es, hogy vissza tudjon adni. Tehát olyan sorrendbe kell rakni 3 darab 50-es és 3 darab 100 forintost, olyan sorrendbe kell átadni a tanítónéninek, hogy mindenki 50 forintot fizessen, és mindig lehessen neki, mindig lehessen visszaadni az illetőnek. Ezt kapták meg a 4-esek. Ott volt egy ennél hosszabb táblázat a lap alján, és egy próbálkozással keressük meg az összes lehetőséget, egyet megadtak előre. És ahogy a felvételén lenni szokott, mindig több sor volt, mint ahány lehetőség, tehát egy felső becslésük volt az érintetteknek. Erre 5 helyes megoldás van, esetszét választással meg lehet találni mindegyiket. Nem olyan bonyolult, azért egy 4-esnek szerintem nehéz. Én nem tanítok 4-eseket, egy valakit, amikor felvételire készítettem, ő nem tudott ezzel mit kezdeni. Igazából nem értette a szituációt. Tehát az a gondolat nem volt meg neki szerintem, hogy minden egyes pillanatig nem lehet több 100 forintos, mint ahány 50 forintos beérkezett. Ha ez már megvan, akkor ez már segíti a szisztematikus próbálkozást. Nem találtam sajnos részletes statisztikát a felvételiről. Olyat találtam, ami évente az átlagpontszámokat közzétette. 2007-ben ez 21,9 pont volt az 50-ből. 2007-től 2014-ig van meg a statisztika, és azok közül ez volt a legalacsonyabb átlagpontszám. Ez egy 4 pontos feladat volt, ugye 4 további megoldás volt a mintamegoldáson kívül, 4 pontot lehetett elérni. Feladatsor többi részét nem elemeztem, de talán ez is közrejátszott egy viszonylag alacsonyabb átlagpontszámhoz. Ha ezt a problémát általánosítjuk, itt ugye 3 darab 50 forintos és 3 darab 100 forintos volt. Mondhatjuk, hogy legyen n darab 50 forintos és n darab 100 forintos, és jelöljük cn-nel minden pozitív egész n-re azt az értéket, ahány módon n darab 50 forintos és n darab 100 forintos sorba rakható, hogyha abban a sorrendben érkeznek vele a diákok, akkor a százasokból mindig tudunk visszaadni 50-et. Ezzel a cn jelöléssel az előző példa azt mutatja, hogy a c3-nak 5 az értéke. Ha kisebb értékekre kipróbáljuk, arról könnyű meggyőződni, hogy egy esetén 1 lesz ennek a c-nek az értéke, 2 esetén 2, és akkor persze a kíváncsi diákokat be lehet lelkesíteni az évszámmal, hogy vajon mennyi lenne a C2015 darab 50-essel és ugyanannyi 100-assal hány lehetőség lenne. Persze ezt így esélytelen megfogni, viszont lehet a diákokat terelni arra fele, hogy valami általános képletet keressenek rá.
Még néhányat esetleg előre elárulhatunk nekik. Hát a C6 meg a C7 az már háromjegyű, ezt már nyilván nem célszerű egyesével összeszámolni. Az biztos illusztrálja, hogy a C2015 az reménytelen. Így önmagában. Egyfajta más reprezentáció segíthet itt a továbblépésben, hogyha mindezt áttesszük egy koordinátorrendszerbe, az origóból indulunk, és az NN pontba szeretnénk eljutni, úgyhogy mindig jobbra vagy fölfele léphetünk. Egy jobbra lépés feleljen meg annak, hogy most 50-essel fizet valaki, egy fölfele lépés pedig annak, hogy most 100-assal fizet, és akkor az lesz a kérdés, hogy hány ilyen utunk van a 0-0-ból az NN-be, tehát csak jobbra és felfele lehet lépni, úgy, hogy ne érintsük azt a pirossal berajzolt úgynevezett tiltott egyenest. Ott lép fel először az, hogy több százas lenne, mint 50-es. Tehát amit el kell kerülnünk, y egyenlő x plusz 1 egyenletű egyenest nem szabad érinteni, és akkor az eddig definiált cn, az pont az ilyen utak számát fogja megadni. Itt egy lehetséges út látszik kékkel berajzolva n egyenlő 4 esetére. Akkor az adódik, hogyha nem lenne ez a tiltott egyenes, akkor két n alatt az n lehetőség lenne, hiszen n darab jobbra és n darab felfele lépést kell sorba rakni, akár ismétléses permutációval is megadhatnánk, illetve kombinációval. Egy szokásos trükk, hogy az összes esetből vonjuk ki a rossz eseteket, tehát számoljuk meg, hogy hány olyan eset van, amikor elérem ezt a tiltott egyenest. Ezt még mindig így önmagában elég nehéz lenne, viszont a tükrözési elvként elnevezett módszer segít ebben. Ne azokat az utakat számoljuk meg, amikor az origóból indulva elérem ezt a piros egyenest. Akár át is mehetek rajta, de ha már hozzáérek, az már mindenképp bajt jelent. Hanem minden ilyen helyett megyünk egy másik útvonalat, hogy az első pontban, az első metszéspontban, amikor hozzáértem vagy átmetszettem ezt a tiltott egyenest, az addigi útszakaszomat tükrözzük erre a tiltott egyenesre. Itt az ábrán az útvonalnak ezt az első zöld részét, ha tükrözöm a piros egyenesre, akkor annak meg fog felelni ez a szaggatott útvonal, és akkor ilyen módon minden rossz, tehát tiltott útvonalnak megfelel egy olyan eljutás, hogy nem az origóból indulok, hanem a mínusz egy pontból indulok. És akkor a mínusz egyből még a visszairányt is meg kell gondolni. Nyilván, ha egy tetszőleges útvonalat veszek a mínusz egyből az NN-be, annak pedig meg fog felelni egy origóból induló hibás útvonal, hiszen akkor is az első metszéspontot a piros egyenesen az addig terjedő részt visszatükrözve megkapjuk. Az ott mínusz egy akar lenni. És ilyen útból két N alatt az N-1 van, hiszen most N plusz egyszer kell jobbra lépni, N minusz egyszer kell felfele lépni. Vagyis az összes mínusz rossz módszerével megkaptuk azt a bizonyos CN értéket, két N alatt az N-ből két N alatt az N-1. És ez már egy direkt, explicit képlet, így már akár a C2015-öt is, ha kiszámolni esetleg nem is tudjuk, de fel tudjuk írni egy alakját. Nem véletlenül használtam a CN jelölést, hiszen ez a számsorozat katalán számok néven ismert. Katalán belga matematikus után adódik az elnevezés. Nem ő az első, aki használta ezeket, de ő is alkalmazta őket, és számos más helyen is megjelennek matematikában. Itt egyrészt az előző explicit képlet látható, megfelelő átalakítással ez 1 per n plusz 1-szer 2 n alatt az n alakra is hozható, minden pozitív egész számra. Újra itt kiírtam az első néhány értékét. És a katalán számoknak van egy rekurzív alakja is. Be lehet látni, hogy ha egy nulladik tagot is definiálok, amit egynek veszek, akkor ez a rekurzió, hogy a következő elemet mindig úgy kapom, hogy végigmegyek az összes megelőzőn, és mindegyiket megszorzom a megfelelően szimmetrikus párjával. Tehát például ezt az ötöt megkapom úgy, hogy 1 x 2,
meg egyszer egy, meg kétszer egy. Vagyis itt párba állítom őket, 14-et megkapom, úgyhogy egyszer 5, meg egyszer 2, meg kétszer egy, meg ötször egy, és így tovább. Belátható, hogy ez, ennek a rekurziónak pont ugyanez az ártalakja. Teljes indukcióval például, vagy egyéb módon belátható, illetve egy másik rekurzióval is ismert, amikor nem az összes megelőző értékből számolom ki a következőt, hanem csak a közvetlen előtte lévőből, tehát a szomszédos katalán számok hányadosa is felírható megfelelő alakban. És ami az érdekes, hogy más alkalmazásokban meg pont ez a rekurzív módszer jön elő, más helyzetekre pont rekurzióval könnyű rábizonyítani, hogy ott is a katalán számok állnak a háttérben. Ez ugyanaz az alkalmazás, amivel kezdtem, csak 50 és 100 forintosok helyett A és B betűkkel elmondva, tehát ez a CN azt fejezi ki, hogyha N darab A betűnk és N darab B betűnk van, akkor hány olyan szót rakhatok ki, hogy semmelyik kezdőszeletben, tehát a szó elejétől valameddig elhaladva, azon belül nem szabad, hogy több B betű legyen, mint A betű. Egy másik alkalmazás ugyanerre, amikor zárójelezek, tehát ha az A betűnek megfeleltetem a nyitó zárójelet, a B betűnek pedig a befejező zárójelet, akkor hányféle helyes zárójelezés van, ugye semmelyik pillanatban se lett több bezárt zárójel, mint a hányat megnyitottam, és ez valójában egy N plusz egy tényezős szorzat zárójelezéseinek a számát is mutatja, tehát hogy a asszociatív szorzás műveletet hányféle sorrendben tudom elvégezni. Itt N egyenlő 3-ra egy négy tényezős szorzatnak az ötféle zárójelezése látható. Azért csak két zárójel pár van mindegyikben, mert a harmadik zárójel az a legkülső lenne, a legutolsónak elvégzett szorzás. Itt is esetszétválasztással meg lehet gondolni, hogy ebben az öt sorrendben tudom az A-szor B-szer C-szer D szorzatot kiszámolni. Még egy alkalmazás, amivel már Euler is foglalkozott. Ha konvex sokszöget háromszögekre szeretnék bontani az átlói berajzolásával, akkor erre hány lehetőség van? Itt az indexet egy picit módosítani kell. Itt a CN, az az N plusz 2 oldalú konvex sokszög háromszögeléseinek a számát fejezi ki. Például N egyenlő 4 esetén egy konvex hatszöget 14 féleképp lehet az átlóival háromszögekre bontani. Egyébként ismert a katalán számoknak olyan definíciója is, ahol egyel el vannak tolva az indexek, ahol nem nulladikról, hanem elsőről indulunk, ott ez az N plusz 2 is N plusz 1-re módosul, tehát kétféle értelmezés is létezik. És ami érdekes, és Recski tanár úr hívta rá fel a figyelmet, hogy már a 11. századi japán szépirodalomban is történik utalás a katalán számokra, egy bizonyos Murasaki nevű hölgynek a művében lehet erről a sorozatról. Nyilván akkor még nem katalán számoknak hívták, de ez a számsorozat, illetve egy általánosítása a belszámok megjelenik már abban a műben is. Áttérnék a másik feladatra, ami egy 7. osztályos Zrínyi versenyfeladat volt 2007-ben szintén. Megyei forduló utolsó feladata, tehát 30. feladat, 90 percre van 30 feladat, az utolsóig már tényleg csak a legelszántabbak jutnak el, és ugye átlagosan 3 perc jut egy feladatra, hát erre nyilván annyi nem elég. Igazából egy gráfelméleti feladatról van szó, van 5 pont, 5 város, tehát megkülönböztetett pontok, és ezt a gráfelmélet nyelvén egy fával kell alakítani, tehát úgy kell éleket, vagyis itt vezetékeket behúzni, hogy bármelyik város bármelyik másikkal tudjon kommunikálni. Itt még egy kis geometriai háttér is van benne, hogy semmelyik három nem esik egy egyenesbe, meg keresztezhetik egymást a vezetékek. Nyilván gráfelméleti szempontból ennek nincsen jelentősége. Tehát 5 pontot, 5 megkülönböztetett pontot kell fává alakítani, és az a kérdés, hogy ezt hányféleképp lehet megtenni. Ahogy ez az Zrínyin szokás, megvan adva 5 válasz lehetőség. És egy 7. szintű megoldást lehet például, anélkül, hogy a gráfelméleti fogalmakat akár csak használnánk is, hogy elképzeljük, hogy hányféle struktúrájú lehet ez a hálózat,
ugye gráf elméleti nyelven, hogy hányféle egymással nem izomorf fal létezik öt ponton. Lényegében csak ez a háromféle lehet. Például fokszám szerint, ha van benne negyedfokú csúcs, akkor az csak egyféle lehet a számozatlan esetben, tehát ha nem különböztetem meg a pontokat. Ha nincs negyedfokú, de van harmadfokú csúcs, akkor csak így lehet. Ha pedig minden csúcs fokszáma legfeljebb kettő, akkor csak egy útról lehet szó. Tehát háromféle eset van, azt kell megszámolni, hogyha megkülönböztetem a városokat egymástól, akkor hányféleképpen lehet megbetűzni, vagy megszámozni ezeket a pontokat. Ez nyilván ötféle lehet, mert csak az számít, hogy melyik város van középen. Itt ötféleképp választhatom ki ezt a csúcsot, négyszer háromféleképp ezt a másik kettőt. Az utakból pedig 5 faktoriális per 2 van, hiszen az ABCDE meg az EDCBA út gráfelméletileg ugyanazt adja. Ezt ha összeadjuk, akkor 5 meg 60 meg 60, vagyis 125 lehetőség adódik. Tehát a D volt a helyes válasz. A szervezők kiadják mindig a statisztikát, hogy hány százalék mit jelölt meg. Mindössze 7% találta el a helyes választ. És 50% üresen hagyta. Tehát ez szerintem természetes, ez rényír, hogy az utolsó feladatra sokaknak nem marad ideje. Az érdekes talán még, hogy a 24-et jelölték meg a legtöbben, akik bejelöltek valamit. Lehet, hogy valami 4 faktoriálisra gondoltak. Nem tudom, hogy pontosan. Ha bejelöl rosszat, az büntetés? Ha rosszat jelöl, az 0 pont, ha üresen hagyja 1 pont. Tehát nem érdemes tippelni. Ha már egyet ki tud zárni, akkor esetleg. Ezt a feladatot is érdemes általánosítani. Ugye itt most 5 pontról volt szó. És ha 5 helyett tetszőleges egész számra megnézem, hogy persze legalább 2 legyen az az n, hogy n megkülönböztetett, vagyis számozott pontot hányféleképp lehet fává alakítani, tehát hány ilyen hálózatot tudok felépíteni, akkor amit eddig kihoztunk, az az, hogy a T5-nek az értéke 125. Az első néhány értéket megint könnyű kézzel kipróbálni, hogy hány lehetőség van, megint meg lehet kérdezni, hogy egy 2015 pontú gráfban mi lenne a helyzet, illetve keressünk általános képletet. Itt is az első néhány értéket, ha felírjuk, talán itt feltűnőbb, hogy van valami szabályosság, hogy ezek mind, hát mondjuk n-egyenlő 4-től mind hatványszámok. 16 az a 4-nek a négyzete, 125 az 5-nek a harmadik hatványa, és akkor a 6 a negyediken lesz az 1296. Itt adódhat a sejtés, hogy itt valami nagyon szép és rövid összefüggés van a háttérben. És ahhoz, hogy ezt be tudjuk látni, egy kis kitérőként gráfelméletileg a fákat le lehet kódolni számsorozatokkal. Az úgynevezett Prüfer kóddal meg lehet azt tenni, hogy egy n csúcsú fát, tehát az éleit lényegében, egy n-2 hosszú számsorozattal reprezentálok, ahol minden szám 1 és n közötti lehet, és azt fogjuk belátni, hogy ez egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés. Minden n csúcsú fához tartozik egy ilyen n-2 hosszú jelsorozat, és viszont, és az pedig akkor már kombinatorik a feladat, hogy ilyen sorozatból n az n-2-en darab van, vagyis ezek a számok tényleg a hatványszámok lesznek. Erről a Prüfer kódról szeretnék még néhány rövid példán keresztül beszélni. Ez Kaelinnek a tétele, hogy n számozott ponton n az n-2-en fa adható meg, és Prüfer adott rá például egyfajta bizonyítást. Itt az évszámokból látható, hogy ők nem voltak kortársak, hát Kaeli másféleképp bizonyította ezt. Úgy tudom, hogy ő a szénhidrogén láncokkal is foglalkozott, és onnan is adódott, hogy a fáknak a struktúráját vizsgálja. Egyébként ő ügyvéd is volt még, illetve a matrix szorzás is az ő nevéhez kötődik. És akkor hogy kell egy ilyen Prüfer kódot előállítani? Itt egy 6 pontú fán fogom illusztrálni, hogy hogyan működik ez. Önmagában egy egyszerűen elmondható algoritmus. Ezt a fát le fogjuk bontogatni. Mindig töröljük az elsőfokú csúcsai közül a legkisebb sorszámot. Ugye azt tudjuk, hogy fában mindig van elsőfokú csúcs. És amit letöröltem, megnézem, hogy melyik volt az ő szomszédja, és a szomszédjának a sorszámát leírom. Ugye ha fáról elsőfokú pontot leveszek az éllel együtt, akkor továbbra is fa marad, és erre ismételgetem azt.
egészen addig, amíg a végén már csak egy csúcs marad. Azt meg lehet gondolni, hogy igazából az utolsó él, az biztos a legnagyobb sorszámú pontot fogja egy másikkal összekötni, hiszen azt is tudjuk, hogy minden fában van legalább két elsőfokú pont, így a legnagyobb sorszámú ponthoz biztos nem fogok menet közben nyúlni. Tehát igazából az n-1. élt, amikor elhagyom, akkor mindig egy n-es értéket fogok a végére leírni. Ez nem hordoz önmagában információt, úgyhogy ezt nem szoktuk hozzátenni a kódhoz. n-2 darab él törlése után csak n-1 darab él törlése után csak n-2 releváns értékünk marad. Azért tettem ki két példányban a gráfot, mert az alsón fogom a törlést mutatni, és hogy a teljes gráfunk megmaradjon ott fönt is tudjuk követni, hogy miből indultunk. Tehát első lépésben legkisebb sorszámú elsőfokú pont az 1-es, őt letörlöm, 2-es volt a szomszédja. Igazából csak a szomszéd fontos ebből, tehát ez a piros 2-es, csak a követhetőség érdekében a törölt csúcsot is leírjuk. Utána a 3-as a legkisebb sorszámú, ő szomszédja a 2-es, ismét. Aztán a 2-es lesz elsőfokú, 4-es volt a szomszédja, 5-ösnek a szomszédja a 4-es, 4-esnek a 6-os. Ez az a bizonyos állítás, hogy a végén mindig 6 csúcsú fánál mindig egy 6-ost kapok, tehát az igazából nem hordoz információt. Ennek a 6 csúcsú fának 2244 a prüfer kódja. Ez látszik, hogy ez egy egyértelmű módszer, tehát minden fához egyértelműen tartozik egy prüfer kód. Meg kéne nézni a visszairányt is, tehát hogyha találomra fölírok egy ilyen prüfer kód jelöltet, hogy abból valóban kaphatok-e fát, és erre pedig az lesz a módszer, itt az 51354 sorozaton fogjuk megnézni, hogy ezt a táblázatot, a törlésnek a táblázatát visszafele ki fogjuk tudni tölteni. Ugye ha megkapom azt, hogy 51354, tudom, hogy ez egy n-2 hosszú sorozat, tehát ez egy 7 csúcsú fának a prüfer kódja, akkor a végén lesz még egy 7-es, amit majd mögé tehetek, és a törő csúcsokat meg lehet határozni azzal a módszerrel, így balról jobbra, tehát ide be fogom írni majd a prüfer kódot, és ezt pedig balról jobbra ki fogom tölteni, hogy melyik csúcsot töröltem éppen. Amikor éppen itt járok, akkor ide a legkisebb olyan értéket kell írni, ami egyrészt nem szerepel itt, tehát még nem töröltem korábban. Itt sem szerepelhet, hiszen saját magával nem lehet összekötve, és itt sem szerepelhet, hiszen azokhoz a csúcsokhoz még csatlakozni fognak később másikak, úgyhogy ezt nem lehet itt letörölni rögtön. Egyébként ez a táblázat pont a gráf éleit írja le. Ezzel a módszerrel nézzük akkor, hogy mi lesz ebből az 51354 prüfer kódból. Mögé írhatom a 7-est, 7 csúcsú fának a 6 élét keresem. Először ide keresem a legkisebb olyan számot, ami nem szerepel utána. Ez 2-es lesz, utána olyat keresek ide, ami nem szerepel ebben a részben, illetve előtte. Ő lesz a 6-os, és így tovább az 1-esével kitölthető. Mindig tudok mit beírni, hiszen mindig n-1 mező van letiltva, azok között lehetnek itt egyformák is, tehát az n csúcs közül biztos mindig lesz olyan, amit oda tudok írni. Vagyis megkapom ezt a táblázatot egy tetszőleges számsorozatból, és ebből visszaállíthatom magát a fát is, hiszen itt az oszlopok az éleket jelölik. Tehát ez egy olyan fa, ahol a 2-es csúcs össze van kötve az 5-össel, a 6-os az 1-essel, és így tovább. Hogyha hátulról előre rajzolom le, akkor ráadásul végig összefüggő is lesz, amit építek. Tehát kell egy olyan, hogy 4-es, 7-es, 5-ös, 4-es, 3-as, 5-ös, stb. Ez most idáig pont egy út, ami épül, de utána a 2-es, 5-ös az menet közben adódik. És az is egy érdekes állítás, hogy ebben a prüfer kódban minden csúcs egyel kevesebbszer szerepel, mint a fokszáma. Például az 5-ös csúcs harmadfokú, és kétszer szerepel a kódban, hiszen két olyan él volt, amikor a egyik szomszédját letöröltük, és őt írtam le, a harmadik él már arra szolgált, hogy őt is letöröltem, és az ő szomszédját írtam le. Ezért egyel kevesebbszer szerepel. Ezzel már majdnem beláttuk, hogy a fák helyett elég a prüfer kódokat megszámolni. Azt már láttuk, hogy minden fához egyértelműen tartozik egy prüfer kód.
és minden ilyen számsorozatból, prefer kódból egyértelműen elő tudtunk állítani valamit, hát csak azt nem tudjuk, hogy ez tényleg fa lett-e. Azt tudjuk, hogy N-1 éle van neki, nem tudjuk, hogy fa. Belátjuk, hogy nem lehet benne kör, és akkor ha egy N pontú gráfban van N-1 él, úgyhogy körmentes, akkor ő már biztosan fa lesz. Tegyük fel indirekt, hogy mégis van benne kör, tehát van néhány olyan oszlop ebben a táblázatban, hogy azok az élek együtt egy kört alkotnak, mondjuk ez a 4 él, akkor az az ABCD érték az nyilván mindegyik különböző. A felső sorban minden csúcs egyszer szerepel, kivéve az utolsót. Tehát ABCD annak a körnek a 4 csúcsa valamilyen sorrendben, akkor itt is az ABCD értékeknek kéne megjelennie, de akkor az A betű alá nem fogok tudni mit írni. Ide nem kerülhet egyik se, hiszen az volt éppen a törlésnek a szabálya. Tehát ez körmentes, vagyis valóban egy fát kaptunk, és akkor az N csúcsú fák megszámolása helyett elég az N-2 hosszú 1 és N közötti számokat tartalmazó sorozatokat megszámolni. Végül még egy érdekesség, hogyha tárolni szeretnék valahogy egy fát számozott pontokon, akkor például egy klasszikus megoldás, hogy az éleit felsorolom, minden élnek a két végpontját, akkor az úgy 2N-2 adat lenne. A prefer kód helyett csak N-2 adat, és be lehet látni, hogy információ elméletileg ez az úgynevezett legtömörebb tárolás. Ilyen módon például véletlen fákat is könnyű generálni, úgyhogy egy véletlen prefer kódot megadok, és meghatározom a hozzátartozó fát. Ezt a két példát szerettem volna elmondani, tehát arra, hogy lehet egy általános iskolai versenyfeladat általánosításával messzebb is eljutni, akár már egy középiskolai szakkör keretében. Köszönöm a figyelmet! Nekem csak megjegyzéseim vannak. Az egyik az, hogy én szoktam tanítani a katalán számokat, és azt tapasztaltam, hogy az ember rámegy a Wikipédiára, és beírja, hogy katalán számok csak angolul, akkor kijön egy olyan homepage, ami kb. 15 olyan feladat. Egy része bizonyítással föl van sorolva, amilyen katalán számokra vezet. Tehát ez egy nagyon jó forrás ilyen jellegű feladat. A másik megjegyzésem az a prefer kódos részhez van, hogy az nagyon ügyesen van tárgyalva a Lovász Pelikán Westerlombi könyvbe. Ott az az észrevétel van, amikor az ember hátulról visszafelé rajzolja a fát föl, az mindig egy olyan eljárás, amikor egy már meglevő fához egy darab új elsőfokú csúcsot vigyezt hozzá, amiről könnyű belátni, hogy így fát fogunk kapni. Tehát az egy másik lehetőség igen. Lett volna a körök létezésének. Köszönöm. Kizárására. Köszönjük szépen, hogy a két előadónak.